Sziasztok, Norcsa vagyok, üdvözöllek benneteket a csatornámon, egy osan rendelést fogok nektek most megmutatni. Akkor először is mutatom nektek itt a hűtős részleget. Van egy magyar tejföl, egy fél kilós borcet, margarin, van itt egy kis karaván, füstölt sajt, ez csípős paprikás, a Bencének a szokásos laktózmentes mozzarella, ebből van kettő, aztán egy körös is sajtkorong, ez ugye nekünk nagyon hosszú neki a lejárati ideje, úgyhogy most ezt egyelőre nem is fogom felbontani, mert még van sajtunk. A Bencének egy ilyen Kinder Chocofresh, kis hűtős finomság, hát kétféle felvágottat vettem, az egyik az 23 deka ilyen párizsi, ez füstös párizsi, a másik pedig az valami finomságos sonka, mert elég sok száraz felvágottunk van itthon. Aztán, ami ide jön még ehhez a részhez, egy szeretelt békon, ez már igazából így a hús, vagy hát valami főzéshez lesz igazándiból. Egy óriás pöttyös túró, rudi, egy csomag, aztán 15 friss tojás, és hát saját része csak ennyi húst rendeltem, ezt a 77 deka csirkecombfilét, semmi mást. Van itt egy leveles tészta, ez ugye az a fajta leveles tészta, ami nem ebben van, hanem ugye már lapokra van szedve, ez majd húsvéti sütéshez lesz. A kutyának rendeltem 2 doboz csirkenyakat, és 2 doboz csirkeszívet, ugye ezt majd meg fogom neki főzni, és akkor jövünk itt a kicsit vegyesebb a téma. Ez a férjemnek egy csoki, hát nem ilyet szerettem volna, hanem valami újdonság volt, de azt nem hoztak úgy, hogy ez lett helyette, de tulajdonképpen ő neki teljesen mindegy. Ez a kakaós tejkrémes töltött ostja, ez igazából már ilyen kis húsvéti ajándékoknak lesz, ezt majd az apukámnak fogom adni. Van itt egy gingerbread, mi ez? Jaj, gyömbéres pucedli. Nem is egy, hanem igazából kettő. Egy az apukámé lesz, majd egy pedig a férjemé. Hát ez nekem mosogató, szivacs. Az anyukámnak húsvétre egy Raffaello. Akkor 3 ilyen kis habcukor. Ez a egy a Bencé lesz majd, és egy-egy pedig a húgomnak a lányai. Bence kifogyott a Vibovit multivitaminjából, és azt kellett neki most rendelnem. És amit még a kislányok kapnak majd húsvétra, hát ilyen közös ajándék, ez ilyen ablakfilc. És ők annyira szeretnek kézműveskedni, tehát még a kicsi is. Májusban lesz 2 éves, de hát ő is nagyon ért mindenhez, ahogy a nővérétől látja. Aztán 2 lefolyó tisztító. Ezt nem gyakran használom, de szeretem, hogy van itthon. A kedvenc mosogatószerem. És egy ilyen általános felmosó. Remélem, hogy nagyon finom illata van neki. És a sünikének van itt cica eledel. Ebből rendeltem 3-at. Valamint van itt gézlap, és hát ez valamilyen fásliszerű valami csoda. Most ezt elpakolom, és mutatom a többit. Na, jöjjön a következő rész. 1 kiló jázmirizs, egy tészta, ez bogyasztatér. Aztán van itt egy szép nagy zellergumó. Tudjátok, mondtam, hogy én pürének is szoktam készíteni, rántva is szoktam készíteni, salátának is készítem. Úgyhogy nálunk ez ilyen kifogyhatatlan. Nagyon szép petrezselyem zöld, vagy zöld petrezselyem gyökeret hoztak. Van itt pár szem sárgarépa. Fél kiló, vagy szerintem több, mint fél kiló, ugye mondom 60 deka gomba. Ugye ezt is nagyon szeretjük. Egy karaláb, ebből valószínűleg karalábi krémlevest fogok majd készíteni. Aztán retek, nagy kedvencem,
fél kiló koktélparadicsom. Hát most ezt úgy jobban megesszük, főleg, hogyha belepakolom a férjemnek a szendvicsébe, akkor ugye mindenféleképpen. Aztán van itt egy brokkoli, nagyon szeretjük a brokkolis tésztát, és már iszonyatosan régen ettünk, úgyhogy szerintem itt az ideje, hogy együnk. Aztán van még itt 1 kg hagyma, de egyébként 2 kilót vettünk, csak azt nem raktam ide föl. Van itt fél kiló citrom, citrom nekem mindig van itthon, és már csak 2 szem van a hűtőbe, úgyhogy itt lett pótlás. 3 grapefruit, én nagyon szeretem tehát magát, mint gyümölcs is fogyasztani, és a levét is nagyon szeretem, meg limonádét, ha készítek magamnak, akkor abba teszek egy kis citromot, egy kis grapefruitot, egy kis narancsot, és nagyon-nagyon finom. Aztán van itt 1 kiló vérnarancs, ez ilyen hálós volt, és nem tudom, hogy mi megfontolásból, a sima narancs helyett is vérnarancsot hoztak. Mindegy, tehát én ezt is megeszem, és szeretem, tehát nem probléma, lehet, hogy nem volt a sima narancsból, nem tudom. Hát, hogy mit rendeltünk még, amit itt megtudnék, hát igazából semmi, mert nem hoztam ide. Amit ezen kívül rendeltünk, és nem hoztam ide, az egy 2 literes olaj, 4 liszt, 2 karton buborékos ásványvíz a fiúknak, üdítő, 2 konzerva kutyának, és egy sajtos chips, meg egy fél kiló kenyér. Tehát ezeket nem hoztam ide nektek. Ja, meg még tejet, de azt nem hozom ide nektek megmutatni. Úgyhogy ennyi volt ez a videó. Legyen nagyon-nagyon szép hetetek, sziasztok!